Tisztelt lakótársaim, üdvözöllek benneteket! Mint azt többen láttátok, hogy augusztus 15-én több fotót is közzétettem a szolnoki tiszaszálló jelenlegi állapotáról, mely azt jelzi, azt mutatja számunkra, hogy teljesen tönkretették a nemzeti kincsünket. Ehhez a témához a városunk fejlesztéséért felelős alpolgármester is hozzászólt, melyben jelzi nekünk azt, hogy nem tudja, hogy hogyan viszonyuljon a szolnoki tiszaszállóhoz, melyben nem tudja, hogy nekünk több ezer szolnoki lakosnak mit jelent ez a nemzeti kincs, illetve nem tudja, hogy egy ilyen világörökséget hogyan tartsunk meg. Azt azért el szeretném mondani, hogy az alpolgármester úrnak a pártja kétharmaddal kormányoz több éven át, ami azt jelenti, hogy bármit, még egyszer hangsúlyozom, bármit megtehetnek az országban, mint ezt eddig is látja az egész ország. De hogyha ennek ellenére segítségre van szükségük, és igazán tennének a szolnoki tiszaszállóért, akkor én, Németh Attila, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom párt szolnoki helyi vezetője, nagyon szívesen állok rendelkezésükre.